Karácsony előtt néhány nappal tűzte műsorára az M5 csatorna a 907-es dicsőséges, magyar szempontból dicsőséges pozsonyi csatáról szóló filmet, amely a Magyarságkutató támogatásával készült el. Ez egy animációs film, és rögtön már a vetítés másnapján a balliberális sajtó elkezdte taposni, gyalázni, hogy történelmietlen az egész. Erről fogunk beszélgetni Köő Artúr történésszel, a Magyarságkutató Intézet munkatársával, de előbb nézzünk meg egy rövid részletet ebből a támadott filmből. A Magyarságkutató Intézet bemutatja: a pozsonyi csata. ...907 derekán sorsdöntő csatára készül a magyar sereg. Visszatértek ősi hazájukba, és most újra meg kell védeniük. Dekrétum. Ugrosz eliminandos esse. Rendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak. Lajos, a frankok királya parancsolja így. Nekünk, magyaroknak tehát nem maradt más lehetőség, csak a győzelem vagy halál. Hosszú és küzdelmes út vezetett a pozsonyi csata mezőre. A messzi múltból és sok ezer mérföld távolságból érkezőket a végzet kísérte a Duna partjára. A hun őseink hódítása óta a Kárpát-medence a sztyeppei lovas népek európai bázisa volt. Egy utolsó letört darabja ez a napkeletről terpeszkedő sztyeppevidéknek. Nyugatról tekintve a medencét kettészelő Duna volt a római civilizáció határa. A keresztény nyugat a folyóval határolt Pannóniát akarta visszaszerezni, és igyekezett gyengíteni, megtörni a szomszédos lovasnomád szövetségeket. Köő Artúr történésszel, a Magyarságkutató Intézet munkatársával beszélgetünk a pozsonyi csatáról, annak fogadtatásáról, a támadásokról. Szia, Artúr! Szerusztok! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Talán kezdjük onnan, hogy mi volt a célja a Magyarságkutató Intézetnek azzal, hogy hát életre hívja ezt a filmet? A Magyarságkutató Intézet a megalakulása óta azt a célt tűzte ki, hogy többek között, hogy megpróbálja azokat a elfeledett vagy kevésbé fókuszpontba helyezett, ugyanakkor a magyarság szempontjából igencsak fontos eseményeket megpróbálja ha úgy tetszik, a társadalom bármelyik tagja elé hozni, és hát maga a 907-es pozsonyi csatának a bemutatása is azért született, hogy a hétköznapi és nem feltétlenül történészi múlttal, jelennel, vagy éppen történészi pályáról készülő személyek számára elevenítse meg ezeket az eseményeket, hanem minden érdeklődő számára. Kicsit helyezzük el ezt a 907-es pozsonyi csatát a mi történelmünkben. Keveset hallanak róla a történelemkönyvekben, te tanár is vagy, tanítod a történelmet, nem nagyon foglalkoztak ezzel. Én nem emlékszem rá, hogy ez egy nagyon kiemelt csata lett volna, bezzeg a bukásaink azok igen. Mennyire jelentős történelmünk szempontjából ez a 907-es pozsonyi csata? Történelmünk szempontjából nagyon jelentős eseményről van szó. Ugye 907-et írunk, a Dunántúli rész, Pannónia, ugye a keleti frank birodalomnak egyik tartománya, értelemszerűen az itt lakók a keleti frank birodalomnak fizetik az adót, őseink megjelennek ugye a Kárpát-penencébe, terjeszkednek a mai Ausztria területe felé és az Enz folyó irányába, és hát nyilván a keleti frank birodalom megpróbált ezt a konkurenciát, ha úgy tetszik, minél előbb letudni, és egy hát ilyen semmisítsük meg a magyarokat akcióval történt az a bizonyos támadás is, melynek ugye a csúcspontja a pozsonyi csata, és hát lényegében az, hogy a pozsonyi csatában mi magyarok győztünk, az a Kárpát-medencében való megmaradásnak az egyik fő pontja volt. Ha úgy tetszik, ennek köszönhetően vagyunk itt ebben a hazában, ahol most is vagyunk, illetve vagyunk jelen mi magyarok a Kárpát-medencében. És hát sajnálatos módon talán a kommunista történetírási időszak eredményezte azt, hogy mint ahogy elmondtad az imént, hát általában a vereségeink kerültek a történelmoktatás középpontjába, és az ilyen jellegű nemzeti identitást erősítő események marginálissá váltak. És én mindig azt mondom, hogy hát 48-49-et is, ha nézzük, lehet azt az eseményt úgy bemutatni, hogy abból az ember identitástudata, magyarsága erősödik, erőt nyer belőle, és lehet úgy, hogy ebből veszt, és az ember úgy jön ki az adott óráról, vagy úgy kell föl jelen esetben a fotelből, hogy azt érzi, hogy hát igen, megint kikaptunk, megint elbukott. Ugyanakkor nézzük meg ugye a másik oldalát, ha csak 48-49-re gondolunk, egy olyan magyar forradalomról és szabadságharcról van szó, amelyet nem tudott a Habsburg Birodalom leverni, csupán külső segítséget igényel, és hát a cári Oroszország segítségével folytották vérbe, de bizony megmutattuk országvilágnak, hogy egy nagyon frissen létrehozott honvéd hadsereggel, egy teljesen friss államaparátussal ellen tudtunk állni a nagy Habsburgoknak. Tehát a két szemlélet között óriási különbség van, és hát bizony, ugye ennek az időszaknak az eredménye is volt az, hogy a pozsonyi csatáról vagy nem beszéltünk, beszéltek gyermekeinknek, vagy éppen csak átfutottak rajta, megemlítették, hogy győztek a magyarok, és hát ott is ugye a 933-as, illetve 955-ös vereségek lettek kiemelve, ha csak ezt a honfoglalás időszakát nézzük. Miért volt célja egyébként a kommunista történetírásnak az, hogy jegelje ezeket a győztes csatáinkat, és mondjuk a veszteseket emelje ki? Tehát ez a merjünk kicsik lenni későbbi szocialista mentalitásban csúcsosodott ki aztán. Pontosan, és hát ugye a legszomorúbb, hogy az összes többi környékbeli szocialista ország egy nacionál kommunizmust folytatott, tehát az ottani kommunista diktátorok is előbb voltak magyarok, csehek, szlovákok, szerbek, és csak utána voltak kommunisták, nálunk pedig az történt, hogy leginkább csak kommunisták voltak, és a magyarságukat, mint olyat a háttérbe szorították. Természetesen ugye a magyarázat mindig az volt, hogy jobba kell lenni a környező szocialista országokkal és testvéreinkkel, hát az eredményét pedig aztán igen, ugye 90 után leginkább látjuk, mert bizony ez az évtizedek során elhangzó, az emberek bevert gondolkodásmód sajnos most is visszaköszön. Az egyébként a pozsonyi csatát itt nálunk nem tanították a középiskolákban, de egyébként a West Point katonai akadémián az Egyesült Államokban ott egy bevett tananyag. Nem tudom, hogy külföldi kollégákkal szoktatok-e érintkezni esetleg, a Magyarságkutatónak vannak-e ilyen ankétjai vagy konferenciái, tehát lehet, hogy jobban értékelnek mások minket, mint mi magunkat lényegében? Mondok erre egy példát. Mindamellett, hogy ezzel a bizonyos csatával hosszú-hosszú idő után nem könyvszinten, nem tanulmányszinten, hanem filmszintjén a Magyarságkutató Intézet foglalkozott először, ugyanilyen próbálkozásokat tettünk meg tavaly is. Mondok példákat. Megérkezett a pandémia, de első olyan intézet volt, aki online konferencia keretén belül élőben közvetítette ezeket a tudományos eseményeket, és mindamellett, hogy volt angol fordítás, tehát külföldön is lehetett ezeket a konferenciákat nézni, és értették is a nézők, ami ott elhangzik. Számtalan olyan programot csináltunk már, olyan tájékoztatást adtunk már külföldi egyetemeknek, amerikai egyetemeknek, kínai egyetemeknek, távol-keleti egyetemeknek, hogy bizony-bizony ilyen események vannak, kövessék élőben az eseményeinket, és borzasztó nagy népszerűségnek örvendett, tehát mint ahogy itt elhangzott, az elmúlt időszak, évtizedek, kommunista évtizedeknek köszönhetően talán külföldön sokkal jobban érdeklődnek a magyar őstörténet iránt, hogy honnan származunk, kik vagyunk, és a dicsőséges csatáink, eredményeink után, mint sok esetben mi magunk. És visszatérve az előbbi kérdésedre, hogy az volt az egyik kérdés, hogy milyen célokat tűztünk ki. Hát a Magyarságkutató Intézetnek az egyik legfontosabb célja az, hogy a figyelmet mi ránk magyarokra irányítsuk, és úgy látszik, hogy halló fülekre, illetve látni akaró szemekre találtunk. Beszéljünk egy kicsit a filmről még. Említettem, hogy támadások keresztüzébe került a film, és hát a Válasz Online-on megjelent egy olyan írás rögtön a film bemutatása után, amelyben azt mondják, hogy ez történelmietlen, hoznak példákat, miért szerepel disznó, szarvasmarha és répa ebben a filmben. Úgy látszik, nekik ez volt a legfontosabb, amit meg tudtak látni, mert hogy ezek akkor még nem is léteztek. Lényegében lesöpörték az egészet az asztalról, hogy a Magyarságkutató történelmet hamisít. Ezen érvekre hivatkozva, ezen érvekre is hivatkozva. Hogy fogadtátok ezeket a támadásokat? Valóban kialakult egy adok-kapok üzengetés, főleg szakmai berkeken belül. Én ezt az én meglátásom szerint egyszerű lefordítani sportnyelvre, amikor nagyobb futballmérkőzések vannak, és olyan csapatok csapnak össze, melynek nagy a szurkoló tábor, akkor általában a meccs végén a kapu mögött ülő pékközepeket addig nem engedik kimenni, ameddig az oldalszektor, sok esetben semleges nézőjel nem hagyták a stadiont, és bizony ilyenkor, bár már vége van a mérkőzésnek és megvan az eredmény, hát ugye a szájkarate, az egymásnak való üzengetés megy, és ugyanezt látom jelen esetben is, miközben már megvan az eredmény, hiszen ugye a nézők jelentik az eredményt, ők már letették a voksukat. A YouTube-ra feltöltött filmünk 126 000 nézettségnél jár, az M5-ön lejátszott filmpremiér pedig az M5-ös csatorna tavalyi évében a legnézettebb műsor volt. Tehát lényegében egy olyan valamiről történik most szájkarate, vita, amiről már a nézők véleményt mondtak. Ez az egyik. A másik nagyon fontos dolog, hogy ha már ugye a történelmi hitelességet nézzük, általában aki leül a tévék elé, nem biztos, hogy dokumentumfilmet akar látni. Tehát teljesen más valamire kíváncsi, és jelen esetben el tudom mondani, hogy ugye nemrégiben mutatták be a Mária Román Királyné című filmet, ami egy román kezdeményezés, és ugye a Mária Királynénak a versailles-i béketárgyalásokon végrehajtott akcióit mutatja be. Csak egy példát mondok, ott például az a Bretianu, aki 5-ször volt Románia miniszterelnöke, egyszer külügyminiszter, egyszer pedig belügyminiszter, teljes mértékben úgy van beállítva, mint aki egy politikai, bocsánat a kifejezésért, idióta lenne, és abszolút nincsen hatása a kinti eseményekre, ezért megkéri a királynétől, legyen kedves segítsen, ő kimegy és sikert ér el. Miről van itt szó? Annak érdekében, hogy Mária királynénak még nagyobb nimbuszt sikerüljön összekovácsolni, annak érdekében, hogy a román identitást még inkább sikerüljön erősíteni. Ami nem szól egyébként, mert amúgy is elég nagy. Ami elég nagy így is, háttérbe szorítja az igen nagy tekintéllyel és kortársai által is elismert miniszterelnököt, Bretianut. Tehát amit akarok mondani az az, hogy sok esetben nem feltétlenül az a lényeg, hogy most történet szempontjából mi hiteles vagy mi nem hiteles. A filmnéző... A répa a helyén legyen, vagy nem. Így van, pontosan. Nem, sokkal inkább az, hogy átadjunk egy üzenetet a nézőknek. És mint ahogy mondtam, a nézők ilyen szempontból elmondták a véleményüket, ezek szerint igencsak tetszett nekik a film. És az utolsó dolog, amit az áltudományossággal kapcsolatban főhoztál, ugye a film kapcsán ezzel támadtak, arról senki, és az általad megnevezett média felület sem, médium sem dicsekedett, hogy vannak olyan kutatóink, például Gulyás László professzor úr, aki egy 7 kötetes vállalkozásba kezdett, ami bemutatja 7 kötetben Trianont. Egyedülálló vállalkozás. Vagy ott van például Borvendég Zsuzsanna kolléganőm, akinek az Impex-ekkora, a Kádár korszak életéről írt könyve, valamint a Hálózat pénze nevezetű könyve a legnagyobb könyvhálózatokban is az első 3 helyen szerepel, tehát az első 3 olyan könyv, ami leginkább keresett történelmi témakörbe. Ezekben mind tudományos alapokon álló tézisek, megállapítások, tanulmányok, írások vannak, szerepelnek, és jelen esetben is azt mondom, hogy erről elmondták a könyvet vásárlók is, vagy a könyv után érdeklődők is a véleményüket, tehát itt a kutatóintézet kapcsán egyértelműen elmondható, hogy nem áltudományosságról van szó, hanem megfelelő tudományosságról, ami bizony üzen a nézőknek, a hallgatóságnak, a kívülállóknak, és erre van igény. Artúr, történelem tanárként is dolgozol, ahogyan említettük. Te hogy látod most, milyen trend érvényesül a történelem tanításban? A Történelem Tanárok Egylete, egy jól ismert szövetség megszólalt ebben a témában, Pozsonyi csata és fogadtatása, és azt mondta az elnök, és jól fogom idézni, tehát nem kell helyreigazítást kérniük, hogy nem kizárólag a győztes csatáinkkal kellene foglalkozni, mert hogy egyébként sokat lehetne abból is tanulni, hogy a portyázó magyarok kezdetben győzelmeket arattak, de utána meg vereségeket, és vajon a vereségeknek mi az oka? Tehát te hogy látod, most melyik irányvonal érvényesül jelenleg az iskolákban? Ez a tanuljunk a vereségeinkből, vagy nézzük a dicsőséges győzelmeinket? Én már azt nagy eredménynek tartom, hogyha a kezünkbe vesszük a gimnázium 9. osztályos tankönyvét, és ehhez a korszakhoz lapozunk, akkor már benne van maga az, hogy a finnugor eredet, illetve a türk származás úgy van leírva, hogy ez egy olyan vita, ami mai napig zajlik. Vannak olyanok, akik egyik, vannak olyanok, akik a másik. Ez egy nagy eredmény. És ez már nagy eredmény ahhoz képest, amit korábban megszoktunk, mert ugye a 19. század második felétől rendszeresen azok az állítások köszönnek vissza, hogy egyértelműen megcáfolhatatlan finnugor eredet, stb. Stb. De és például László Gyula professzornak a már évtizedek óta meglévő kettős, illetve többszörös honfoglalás elmélete, ami tudományosan alátámasztott, hogy tudnilik, jöttek a hunok, aztán jöttek az avarok, és jöttek harmadik hullámban a magyarok. Ez nincs benne a történelemkönyvekben? Hát ha benne is voltak, olyan jellegű pedagógus képzés zajlott, ami lehetővé tette, hogy ezeket a témákat vagy csak szőrmentén érintsék, vagy teljes mértékben átugorják. És ha már itt vitáról van szó, megint csak magyarságkutató és megint csak egyedülálló próbálkozás, hogy ma már a technika lehetővé teszi azt, hogy ebben végre valahára valóban a végére érjünk, és egy pontos megállapítást tudjunk tenni. Ugye ezt a tudományágat nevezik archeogenetikának. Ugye a Magyarságkutató Intézetnek van olyan részlege, archeogenetikai részlege, amelyik foglalkozik a kérdéssel, javából zajlanak a kutatások, és ahogy a kollégák lendületét, szakmai tudását ismerem, előbb-utóbb pontot tudunk tenni ennek a vitának a végére is. Aztán más kérdés, hogy nyilván akkor is lesznek olyan társaságok, olyan szervezetek, vagy magukat tudományosnak nevező szervezetek, akik ezt megpróbálják vicc kategóriának beállítani, de én azt gondolom, hogy az igazság elől nem lehet elmenekülni, és úgy érzem, hogy a társam részéről is egyre inkább nagyobb az igény, hogy tényleg ezekben a témákban is tisztán lásson. De te amúgy egyébként beszélgetsz, szünetben vagy szintén konferenciákon, ezekkel a történelemtanár kollégákkal, akik ezt a finnugor származást, ugye azt senki nem cáfolja, hogy a nyelvi azonosság az megvan, tehát a nyelvi azonosság, meg a genetikai származás az nem esik egybe, tehát te megkérdezted már tőlük, hogy ti miért nyomatjátok ezt, tehát miért fontos nektek az, hogy ma egy 14 éves nebuló, magyar nebuló, az úgy nőjön fel, hogy csak a finnugorról tudja, vagy azt gondolja, hogy tényleg onnan származunk. Őszinte leszek, itt ezen a téren is érzem a változást, mert amikor általában a közösségi média felületeken megosztom a tudományos eredményeit az intézetnek, nagy számban vannak azok a kollégák, akik privátban rám írnak és megkérdezik, hogy segíts már, küldjél anyagokat, küld el ezt a videót, hol találjuk meg ezt a videót, hol találjuk meg ezt a szakirodalmat, mert szívesen nyúlnánk ehhez, és ennek megfelelően próbálnánk a témakört bemutatni a tanulóinknak, a diákjainknak, úgyhogy én azt gondolom, hogy van elmozdulás. Van elmozdulás, és nyilván az elmozdulást az olyan jellegű filmek adják, mint például a Pozsonyi csatáról készült film. Én beszéltem a saját tanítványaimmal, nyilván online keretek között zajlanak az órák, de volt idő arra, hogy beszéljünk erről, és hát ugye támadták a filmet azzal, hogy technikailag hogy van kivitelezve. A legtöbb tanuló, ha meg is említette a technikai hiányosságokat, a minőséget, mint a film hátránya, a végkicsengése a véleményeknek mindig az volt, hogy ennek ellenére megértették az üzenetét, és a film jó volt. És megint csak hangsúlyozom most már harmad ízben, hogy ezeknek a filmeknek ugye van egy üzenete, és ez az üzenet, ha átmegy, már megérte, és ez az üzenet sok esetben akkor megy át, hogyha nem feltétlenül ragaszkodunk ahhoz, hogy most történettudomány szempontjából minden a helyén legyen. Hát nézzük meg, ugye 45-50 percről van szó, ugye kritika érte azt, hogy különböző nem a korszakban, vagy nem konkrétan a korszakhoz kapcsolatú tárgyak jelentek meg. Az ívócsanak nem olyan volt. Így van, így van. Hát az volt a cél, hogy 45-50 percben ezeket a honfoglaláshoz kapcsolható szimbólumokat lehetőség szerint minél nagyobb számba becsempészük, mert abban az esetben valaki megnézi a filmet, és egy-két év múlva, ha látja az erről készült képet, és már tudja azonosítani a honfoglalás korával az adott tárgyat, már sikert értünk el. És teljesen mindegy az, hogy most pontosan évtizedre be tudja az illető lőni, vagy sem, vagy hogy mennyire volt téves annak a tárgynak a megjelenése a filmben. Artúr, csak nagyon röviden, terveztek-e hasonló filmet a jövőben? Igen, úgy néz ki, hogy a közeljövőben lesznek hasonló, egy többrészes film elkészítésében gondolkodnak a kollégák, és ha emlékeim nem csalnak, ugye az államalapítással kapcsolatosan jelennek majd meg ezek a filmek, úgyhogy megyünk előre, és hát annak ellenére, hogy vannak negatív kritikák, azért a pozitív kritikák egy jó nagy erőt adnak, és csináljuk tovább. Artúr, köszönjük szépen, hogy itt voltál, nektek a figyelmet köszönöm.